főszereplője, ez a 2019-es évjáratú Volvo V60-as. 2000 köbcentis dízel motorral, 150 lóerővel és 210.000 futott kilométerrel. Az előzményekhez tartozik, hogy körülbelül 5000 kilométerrel ezelőtt MAP-szenzor hibát jelzett a komputer, és a tulajdonos hozzáértő révén kiszerelte a MAP-szenzort, és nagyon nagy koromlerakódás volt látható az érzékelőn. Most az autóban hiba nincs, hibakód nincs benne, de ellenőrzésképpen szét fogom szerelni a szívórendszert, és ha kell, kitisztítom. Ebbe beletartozik a szívósor, az EGR szelep, az EGR cső, az EGR hűtő, és a hengerfejben található 8 darab beömlő csatorna. Jó, akkor lenn van a szívó sor. Ezen igazából nagy lerakódás nincs, de a tulajdonos említette, hogy 30-40 ezer kilométerrel ezelőtt elvitt egy szívórendszer tisztításra, amit úgy néz ki, hogy a szívósort ezt megcsinálták, viszont a hengerfejben jelentős lerakódás van, azt nem csinálták meg, így maga a szívó sornak a tisztítása sem ér semmit. Tehát itt őrült nagy a lerakódás. Itt legalább kétharmadája van tömődve a szívójáratnak. Jó, még leveszem az EGR szelepet, megnézzük, aztán nekiessünk a tisztításnak. Itt látható a szétszerelt EGR szelep és az EGR hűtő. Ezen én komoly problémát nem látok, koxosodás ügyileg, viszont a folytószelep házon, illetve maga a szelep testen már van elég vastag koxosodás. Ez akkor jelent problémát, amikor az EGR szelep elkezd nyitni, illetve kismértékben nyit, akkor ezzel párhuzamosan az elektromos folytószelep zár. És itt a zárásnál, vagy zárt állapotban, vagy részlegesen zárt állapotban, itt sokkal kevesebb levegő tud bejutni a koxosodás miatt. Így ez okozhat üzemi és teljesítmény problémákat is. We'll be right back.
Na kérem, elkészült a tisztítás, és összeszerelés előtt bemutatom a megtisztított alkatrészeket, illetve a hengerfejnek a szívójáratait. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!